Mondta, nem sokára napirendre az Európa Tanács erre vonatkozó ajánlásait. A jelentés szerint Szlovákiában a jelenlegi 20%-os arány túl magas, mert a magyarokon kívül más szlovákiai kisebbségre nem vonatkozik. Az Európa Tanács javaslata azonban nem kötelező érvényű. A jelentés azt ajánlja, hogy 20-ról 10%-ra csökkentsük a kisebbségi hivatalos nyelvhasználati küszöböt. Az állásfoglalás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez elsősorban nem a magyar kisebbség érdekét, hanem a kisebb lélekszámú nemzetiségeket szolgálná Szlovákiában. Ebben a szellemben kell elgondolkodnunk ezen, és azt hiszem, hogy a jelentés alapján lépéseket is kell majd tennünk.